Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Még kettőt kell aludnunk, és a hagyományoknak megfelelően ismét megtelik élettel repülőkkel Börgönt, hiszen az Albatrosz Repülő Egyesület ez évben is megrendezi a gyermeknaphoz kapcsolódva a hagyományos repülő majálisát. Erről fogunk beszélgetni, vendégem Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Estét kívánok! Ez mindig csoda pillanat, maradjunk ennyiben, hiszen a kötetlen családi program keretében annyi minden történik, amit majd egyébként képben megmutatunk a nézőknek, például tavaly mi volt. No, ugye ez a nagyszabású, ingyenesen látogatható esemény, ez mindig az utolsó szombat körülbelül, és tényleg a gyermekhez, gyermeknaphoz is kapcsolódik, így a családokat vártak. Mire számíthatunk az idén? Valóban így van, 16. alkalommal került megrendezésre ez a családi nap a Börgöndi repülőtéren. Ugye szeptemberben már megszokott repülőnapokkal ellentétben ez egy sokkal nyitottabb, kötetlenebb rendezvény. Mindenkinek betekintést enged a Börgöndi repülőtér működésében, az ott lévő repülősportok mindegyikébe. És akit érdekel a repülés, ilyenkor valóban test közelbe kerülhet repülőgépekkel is, repülőkkel is, sportolókkal is. Tehát mindenki minden kérdésére választ kaphat ezen a napon. És hogy legyen ennek a napnak egy különlegessége, így próbáltuk a régi repülőgépeknek a találkozóját is megszervezni erre a napra. És hát jelentetem, hogy ez sikerült, úgyhogy olyan repülőgépek fognak itt lenni Börgöndön ezen a napon, amelyből csak egy-egy darab van a világon repülőképes állapotban, és ezek közül két hírességgel repülni is lehet majd a kilátogató közönségnek. Ez csoda pillanat. Ugye tavaly előtt ünnepeltük a székesfehérvári repülés 100. évfordulát, az egy csoda volt. Csoda volt azért, mert ott tudtuk meg igazán a kívülállók, a köznapi emberek is, hogy Székesfehérvár nem csak katonaváros, hanem a repülés városa is, sőt a repülés fővárosa bizonyos értelemben. És azt hiszem, hogy ezt a hagyományt folytatni nagyon fontos. Hogyan tudtok készülni rá? Hát bizony így van, nekünk is nagy meglepetéseket tartogatott az elmúlt sok-sok év történelme. Mikor elkezdtük belásni magunkat, akkor láttuk, hogy háborút követően bizony nagyon komoly történések voltak itt Székesfehérváron a repülésben, amelyet aztán sikerült is elhallgatni. Hát ilyen volt többek között ugye a Nemerének a megszületése itt Székesfehérvár Sóstó repülőtéren, mely projekt szerencsére tavaly elindult, és dolgozunk is rajt. Úgyhogy a kilátogatók egyébként a Nemere sátorban egyrészt kaphatnak majd egy tájékoztatást, hogy ennek a repülőgépnek a megépítése most hol tart, és hát magáról a repülőgépről, a repülőgépnek a tervezőjéről, Rotter Lajosról is adunk egyfajta történelmi áttekintést. Igen, tavaly előtt még, hogy visszatérjek erre, az a tabló kiállítás nagy sikert alatott, hiszen a 16 tabló volt, ha jól emlékszem, és nagyszerű, tehát végig kísérte teljes egészében a székesfehérvári repülés történetét. Ilyenkor tetten érhető, hogy a fiatalok érdeklődnek a repülés iránt? Igen, örvendetes hír egyébként, hogy egyre több fiatal érdeklődik a repülősportok iránt, és maga a történelem iránt is. Tehát van olyan fiatal, aki önmaga nem repül, bár csodálja a repülést, viszont a repülés történetben, történelemben óriási tudásra tett szert, úgyhogy ez külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy-egy ilyen 100 évet, vagy annak egy-egy epizódját ma újra be tudjuk hozni a köztudatba, hogy valamikor a repülésben akár Székesfehérvár is a világ élvonalához tartozott. Áruljuk már el azokat a régi gépeket, hogy melyek lesznek azok, mert bogarat tettél a fülembe. Itt lesz a Kánya, a Gerle, a Cimbora, a Vöcsök, a Superfutár, Grünau Baby. Ugye a két motoros gép, a Gerle és a Kánya tekintetében mind a kettővel lehet majd sétarepülni. Ez egy csoda. Az egyik az Bánhidi Antal, a másik pedig Rubik Ernő tervező mérnöknek az alkotása. Mind a két repülőgépből egy-egy darab van repülőképes állapotban. Úgyhogy hát valóban ez egy nagy élmény, egy időutazás egy-egy ilyen repülőgéppel a levegőbe emelkedni, hiszen az egyik az egy kétfedelű nyitott gép, a másik az pedig a II. Világháború egyik híres futárgépének a kicsinyített másolata, a Storknak. Talán akik a történelemben
jobban jártassak, azok tudhatják, hogy egy ilyen Stork típusú repülőgéppel szabadították ki Mussolinit a fogságból. Nem ez volt a nagyben, hanem az, hogy ahonnan kiszabadították, igen, az egy hegytető, egy szírtető volt, amin pár méteres leszállási lehetőség volt, és ez a repülőgép alkalmas volt rá. Döntés született, hogy ezt a repülőgépet Magyarországon kisebb formában vontató és futárgépnek építsük meg, úgyhogy el is kezdődött ennek a repülőgépnek a sorozatgyártás, ebből egy darab fennmaradt, és itt lesz most, ezzel is lehet repülni. Tehát legendás történetek, legendás idők megidézése. Én azt gondolom, hogy keresve se találunk jobb programot. Mivel foglalatoskodhatnak a töpörtjük, anyukák, apukák? Igen, természetesen a gyerekekre is gondoltunk, tehát lesz játszóház, lufi, bohóc, arcfestés, de lesznek olyan érdekes dolgok is, például a 254-es pilóta fülke, amit most is ki fogunk állítani, amiből szinte a gyerekeket nem lehet kiszedni, hiszen ez egy igazi 254-es pilóta fülke, amiben ha beülnek, az a rengeteg műszer kapcsoló botkormány az bizony nem engedi el őket jó darabig. Azt tudjuk, ugye, hogy az Albatrosz Repülő Egyesület számtalan szakosztállyal rendelkezik, és ilyenkor azért mozgósítjuk valamennyi szakosztály, valamennyi tagját. Mi várható tőlük? Hát minden repülő közülünk szolgálatban lesz. Lesznek, akik felügyeletet biztosítanak a repülőgépeknél, és egyben tájékoztatást adnak a kilátogató közönségnek. Természetesen lesz sétarepülés is, Cessna típusú repülőgéppel is lehet majd repülni, nem csak az oldtimerekkel. És hát mennek a tandemugrások is a legbátrabbaknak, tehát erre is lehet majd jelentkezni ezen a napon. Egy egész napos üzemnap, amit itt majd meg lehet tekinteni, és hát az érdekesség, amint említettem, az, hogy most valóban oda lehet menni a repülőgéphez, be lehet ülni, kérdezni lehet, és ha addig jut a kommunikáció, akkor ki is lehet majd próbálni. Mellékszál ugyan, de azért néhány szót váltsunk arról is, hogy hol tart, hogy él mostanság az Albatrosz Repülő Egyesület, mégpedig azért, mert csendben vagytok, azt tudjuk, és hát egyik oldalról azért a nagy repülő ünnepeken ott vagyunk mi is, de egyébként meg csak azt látjuk, hogy a repülők itt vannak fölöttünk, tehát minden rendben van. Hogy éltek? Köszönjük szépen, jól, de nehezen. Rengeteg a feladat, rengeteg a munka, nem csak a repülőtér üzemben tartása, karbantartása kapcsán, hanem az új jogszabályok, folyamatosan megjelenő új jogszabályoknak a bevezetése óriási terheket ró a sportrepülő egyesületekre. Milliós nagyságrendekben jönnek jogszabályváltozások, amik ilyen nagyságrendű forintokat mozgatnak meg. Most az egyik ilyen, hogy az összes repülőgépbe ki kellett cserélni a rádióberendezéseket. Egy új uniós jogszabály szerint a 833-as osztású rádiókat vezették be. Ez 3 millió forintba került most az egyesületnek, akik persze a saját hozzáadott értékű munkájukkal működtetik ezt az egyesületet, és hát bizony nem könnyű, mert ezekre a dolgokra nem jelennek meg, és általában a repülés kapcsán nem jelennek meg pályázati lehetőségek. Úgyhogy itt tartozunk köszönettel a városnak, aki egyébként támogatja az Albatrosz Repülő Egyesületet, ennek kapcsán tudunk egyáltalán létezni, illetve a szeptemberi repülőnapot is megrendezni, ami azért egy nagyon nagy költségvetésű rendezvény. Az alap a szakmai tudás és a szenvedély, tudjuk ezt jól, és azt hiszem, hogy ebben viszont jól áll az egyesület. Még említettük a Nemerét, a Nemera egy legendás történet. Hol tart most az építése, hiszen nagyon sokan, mikor említettem néhány ismerősnek, hogy ma vendégül látunk téged a repülőnap kapcsán, a majális kapcsán, akkor kérdezték, hogy elhalkult a történet. Mondtam, hogy nyugalom, nyilván megy a munka, csak most olyan fázisban van, ami még nem tartozik a nyilvánosságra. Valóban így van, hogy most talán kevesebb az emberi hang a Nemerével kapcsolatban, viszont annál több a gyalogép, a fűrészgép és a csiszológépnek a hangja, hiszen sokan dolgozunk a repülőgépen. Ennek már jó pár darabja elkészült, törzskeretek, magassági kormányrészek, függőleges vezérség.
és ezeket szeretnénk most bemutatni a közönségnek, hogy megnézzék, hogy bizony ezek mind egy-egy darabja is egy repülő faipari műremek, és nem olyan egyszerű ma megépíteni, hiszen ebben a szakmában ez a tudás is az elmúlt 40 év alatt sajnos kiveszett. Szerencsénk, hogy Ungár László és csapata és az Albatrosz Repülőegyesületben vannak olyan elkötelezett emberek, akik szaktudásukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a repülőgép újjászülessen. Ezúton is ígérem a nézőknek, hogy természetesen, ha lesz új hír és képek hozzá, akkor erről beszámolunk. Dezsőkém, hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azt hiszem, hogy ez a szombat, ez megint olyan lesz ez a majális, hogy a gyermekeknek, családoknak programsorozattal együtt csodapillanatokat tartogat, tehát szombaton 10 órakor találkozunk. Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek jó szórakozást kívánok szépen. Szombatra. Kedves nézőink, tehát ismét felhívom a figyelmüket, repülőmajális Börgöndön szombaton 10 órától egész nap fantasztikus programsorozat kíséretében, és amit még ígérhetek, hogy erről a napról természetesen egy hosszabb filmösszállításban is beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!